Fontos változásokat hoz a következő év a bíróságok életében. Életbe lép a polgári perrendtartásról szóló törvény, erről adtak tájékoztatást a pécsi törvényszéken csütörtökön. A felek közötti egyeztetést széles körben elő kell mozdítani. Külön fejezet rendelkezik immár az új jogszabályban a közvetítői eljáráshoz kapcsolódó és anélküli egyezség megkísérléséhez. A szakszerűség, a professzionalitás elősegítése érdekében a törvényszék előtti első fokon indult perekben valamennyi fél részére a jogi képviselet kötelező lesz, a járásbíróság előtt továbbra sem. Jogi képviselő nélkül nem veszik figyelembe a perben résztvevő fél nyilatkozatát, cselekményeit, ezek a legfontosabb változások. A járásbíróságon pedig nyomtatványon kell benyújtani a keresetet. Új helyre költözik a közigazgatás és munkaügyi bíróság jövőre, valamint illetékességi területe is változik pécsi székhellyel. Tolna és Somogy megye, valamint Baranya megyére kiterjedő illetékességű bíróság fog létrejönni. Ez azt jelenti, hogy a közigazgatási perekben négy alapvető pertípus kivételével a többi közigazgatási perben Tolnából, Somogyból ide a pécsi közigazgatási és munkahelyi bíróságra kell majd jönni, ha valakinek adópere van, építési pere van, vagy bármilyen más úgynevezett közigazgatási pere van. Ez azt jelenti, hogy növelik a bírók számát, ha kell, akár 17-re is. Ez attól függ, mekkora ügyterhet kap a három megyétől a pécsi bíróság. Új épületben kap helyet az új közigazgatás és munkaügyi bíróság. A törvényszékkel szemközti tömbben alakítanak ki ilyen tárgyalótermeket a tervek szerint.